10 fordulót és egy edzőmenesztést követően a Nyírbátori SC 8 pontjával a 16. helyen áll az NB3 keleti csoportjában. A szezon nem indult rosszul, a bajnokságot Márton Istvánnal a kispadján kezdő csapat számára 4 forduló után már 7 pontjuk volt Illés Gyuláéknak. Azóta viszont csak 1 pontot szerzett a sérülések és eltiltások által sújtott együttes. A 8. fordulót követően a vezetők megköszönték az edző munkáját, azóta a tavaly már beugróként lehetőséghez jutó védő Ambrusz Árpád irányítja a szakmai munkát. Árpi maximálisan ellátja azt a feladatot, amit rábíztunk. Én bízom benne, az egyetlen egy probléma az ő személyével kapcsolatban az, hogy nincsen megfelelő végzettsége. Ugye az edzőváltástól követően 60 napunk van arra, hogy végleges edzőt találjunk. Még van rá körülbelül másfél hónapunk, nem kapkodunk, de amennyiben alkalmas jelöltet találunk, akkor azonnal váltunk természetesen. A Nyírbátor a következő fordulóban a 12. helyen álló Tája otthonában lép pályára. Nagyjából a Tája is olyan erőt képvisel, mint mi, és ugyanaz a célja, hogy elkerülje a kiesést. A tavalyi őszi bajnokságban az egyetlen mérkőzés volt, amit megnyertünk a Tája elleni. Én bízom benne, hogy most is sikerülni fog. Elsősorban fejben dől el az ilyen mérkőzések, ugye több vereség és döntetlen után úgy gondolom, hogy senki nem kérdőjelezi meg a játékosok képességét, csupán egy görcs van, amit bármi áron le kell küzdeni és meg kell nyerni a meccset. A 14. forduló további párosítása a következő, Monor ESMTK, Salgó Tarján Jászberény, Kazincz Barcika Hajdúböszörmény, Újpest 2 Tiszaújváros, DVTK 2 Reac, BKV Előre Putnok, 60 MTK 2 és Rákosmente KSK Debrecen 2.